Sziasztok, üdv mindenkinek, itt egy Robi, pmradio.hu és az Anikó a Motorola shopnak a videóját láthatjátok. Most egy kis fontos információ, hogyan fertőtlenítsük a rádiókat ebbe a vírusos időben. Motorola kiadott egy olyan infót, hogy a készülékek fertőtlenítéséhez mindenféle fajta vegyszereket ne használjunk, hanem 70%-os alkohollal tudjuk áttörölgetni a készülékeket. Miért fontos ez? Különböző vegyszereknek a gőzei, gázai és maguk a maró hatás véget károsíthatják a készülékek kijelző plexiét, vagy magát a gumi burkolatot. A 70%-os alkohol viszont elpusztítja a vírusokat, baktériumokat és mindenfélét. Ehhez semmi másra nincs szükségünk, mint egy kesztyűre, egy törlőruhára, meg magára az alkoholra fogjuk. És öntünk egy picit, természetesen tegyük vissza a kupakját az üvegre, mert ha kiburul, a pakolás közben az nem biztos, hogy jó, és elfolyik az alkohol. Semmi más nem kell tennünk, mint megfogjuk, és a rádiónak minden olyan részét, ami tapogatva van, azt fogjuk és áttörölgetjük. Miért fontos a, az alkoholnak a felhasználása? Mivel elpusztítja a vírusokat és baktériumokat, ezáltal fertőtleníteni tudjuk a készülékeket, viszont mivel hamar párolog, és ez is egy fontos dolog, ne közvetlenül a rádióra öntsétek az alkoholt, hanem magára a tisztító kendőre, várjatok egy pár másodpercet, picit párolog a nagyja, és utána át lehet törölgetni a készülék oldalát, gombjait és minden olyan részét, ami tapogatva van, ez legyen a rádió elrakása előtt, hogyha napi használatban volt, vagy hogyha kivannak adva a készülékek, mert mondjuk olyan felhasználóknál vannak, akkor a rádió kiadása előtt is érdemes áttörölgetni, ha mondjuk nincs gumikesztyűs használat. A hátlapot nevegyük le, hogyha nincsen rá szükségünk elemeket, akkumulátorokat nem kell alkohollal kenegetni, és nem is biztos, hogy jót tesz, hogyha a rádióba esetleg véletlenül belekerül, benn marad az alkohol, plusz mindenféle gumidugót nyomkodjunk vissza a helyére, is, és úgy törölgessük át a rádiókat. De ne csak a PMR-eket, hanem főképp az ipari készülékeket, legyen az polgárőr vagy egyéb munka felhasználó. Nagyon fontos, hogy ezeket a készülékeket is ugyanúgy törölgessük át a felhasználás előtt, és hogyha leraktuk töltőre, akkor a felhasználás után. És még egyszer mondom, mindenféle fajta vegyszerrel ne álljunk neki, mivel a fémfelületeket és a plexi felületeket megmarhatják, az alkohol viszont elpárolog és elpusztít mindent, tehát erre figyeljetek, ez a hivatalos közlemény a motorola -tól. Viszont ha ipari rádiót vagy olyan PMR-t ami amihez van kézi beszélő, akkor ne csak a rádiót tisztítsátok meg, hanem magát a kézi beszélőt is törölgessétek át, ennek az övcsatját és minden olyan részét, amihez esetleg hozzáérhetünk, vagy meg tud tapadni kosz. Plus a gyerkőcökre is gondolva a pici rádiókat meg ugyanúgy esetleg többször át lehet törölgetni, hogyha használva vannak a rádiók. De én azt mondom, minden használat után, hogyha elrakjuk a bőrönbe, akkor vagy valamilyen táskába, akkor ezeket pucoljuk meg. Fontos, viszont ha a rádiókra valamilyen felirat alkoholos filccel fel volt vőve, mint itt látjátok, és ezt elkezdjük a 70%-os alkohollal törölgetni, az alkoholos filces felirat az el fog tűnni, mint látszik, én le is töröltem róla, úgyhogy ezt utólag újból rá kell írni, vagy amíg ez a folyamatos tisztítási metódus megy, addig, addig valamilyen más jelzést használjunk a készülékeken hogyha több rádiót használunk. De nem csak a Motorola rádiókat, hanem a rádiomotor készülékeknek a tisztítására is, főleg, hogyha többen használják, esetlegesen, vagy biztonságban szeretnénk otthon magunkat tudni, akkor a, ugyanúgy a Jézus rádiókat is jelen esetben, mivel ez van itt a kezembe, de bármelyik másik készüléket ezzel a 70%-os alkoholal át tudjuk törölgetni. Hamar elpárolog, ami fontos, ha van egy kis kefénk, legyen az fogkefe, vagy valamilyen kisebb méretű puha sörtéjű kis kefe, akkor a műanyag részeknél, a gumi részeknél, ahol olyan billentyűzet van, nem ilyen sima, mint itt a T92-n, hanem amiben meg tud ülni a kosz esetlegesen, akkor azt egy régebbi fogkefével például át lehet sikálni és ki lehet közüle szedni magát az odaült koszt is. De ugyanúgy törölgessük át az övcsatot és minden olyan részt, amit tapogatunk. Természetesen a headset csatlakozó az legyen bedugva, bepattintva. És még egyszer mondom, magára a törlő ruhára ne, mm, vagy hát ne a rádióra öntsétek magát az alkoholt, hanem a törlő ruhára. Ha pedig párolog, akkor ugyanúgy fogjuk és burítunk rá még egy keveset. Várunk vele egy picikét. Ne legyen olyan tömény. És folytatjuk tovább az eszközöknek a tisztítását. Na, ennyi lenne a fertőtlenítés. Fő az elővigyázatosság és a 70%-os alkohollal nem fogjátok tönkretenni a készülékeket. Tehát mindenféle vegyszerrel ne álljatok neki, de ezzel az alkohollal nyugodtan át lehet törölgetni a rádiókat. Én voltam egy Robi, ez pedig itt volt egy kis info, fertőtlenítés, vírustalanítás a rádióknak. Anikó, MotorolaShop.hu és PMRradio.hu Sziasztok!